60-i galériában ezúttal egy jól ismert alkotó, Madaras László képét állították ki, aki már több tárlat szereplőjeként jelen volt az intézményben, ám ezúttal egyéni kiállítása látható a galériában. Vannak olyan emberek, akik életét a sóvárgás határozza meg. Sóvárgás a szépre, a jóra és arra, hogy a világ harmóniában éljen. Saját, olykor lázadó, ellentmondásokkal viaskodó világokban ütköznek a negatív és pozitív töltések. Gyakran terhes számukra a létezés, s úgy érzik, maguknak kell felállítani környezetük normáit. Törekednek a hitelességre, amelyet a művészet teremt meg számukra. Ezek az érzések a valóságot marcangolóan tükröződnek Madaras László képein. S annak ellenére, hogy a külvilág pontos leképezése nem érdekli, egy tájegység és egy épület is inspirálhatja őt az alkotásban. Novaföldi vagyok, kunszentmiklósi. 11 évig dolgoztam Egerben, és mikor ide kerültem, vagy oda kerültem, Solymosra, maga a táj, ami nagyon inspirált. Annak ellenére, hogy én nem tájfestő vagyok, tehát, de maga a tájnak a tagoltsága, Solymosi építészete, ami nagyrészt régi kőházakból áll, kőkerítésekből, ennek a leginkább az építőanyagnak, tehát ennek a kőnek az időtlensége, ami engem nagyon inspirál, ami nagyon sok képen meg is figyelhető, a kőkerítések, kőházak, omladozó kőfelületek, amik engem inspirálnak. Ezért mindenféleképpen nekem inspiratív volt maga a környezet az Alföld síksága után, és ennek a ritmusa, ami számomra fontos. Alkotásaival számtalan díjat nyert már, de elsősorban nem ez motiválja. Ami erőt ad neki, az az érzés, a törekvés, hogy jó képet alkosson. Ebben pedig fontos szerepe van az emberi visszajelzéseknek is, így az elismeréseknek nagyon örül. A kiállításon a Berzenagy János Gimnázium kórusa is fellépett.